Kurta farkú szerencse. Amerika szívében, Neslandben van a Meadowbrook farm. Itt élt egy boldog disznó család. A disznópapa, a disznómama és a malackák. Magyar hangok. Csankó Zoltán, Molnár Ilona, Mészáros Károly, Frajt Edit, Áron László, Halasi Dani. Zene Charles Fox. Fényképezte Richard Mitchell. Írta Leslie Stevens, Jay Summers és Dick Cheville. Rendezte Mark Lewis. Azt kell elszállítanunk? Azt a másik kocsi majd begyűjti a többit. Akkor ne húzzuk az időt. Rendben. Vigyázz, ne lépj bele, nem akarok ganét a kocsiba. Vigyázok. Gyere ide. Gyere szépen. Na, ne menj el. Na. Gyere a másik oldalra. Kerítsük be. Légy jó fiú. Gyerünk, mozgálj, cöpte, mozgálj. Gyerünk, mozgálj. Ez az. Gordi, hol vagy? Gordi, hol bujkálsz? Gordi! Mi a vász, Ricsi, mi történt? Gyere gyorsan, a papád veszélyben van, el akarják vinni, gyere! Nem, veszélyben van! Szaladj, Gordi, szaladj! Papa! Csinált a kocsim, papa. Gordi! Hová néz, papa? Menj el innen, fiacskám, mert még téged is elvisznek. A téged hova visznek, papa? Északra. Északra? Oda vitték apámat is, és soha többé nem jött vissza. Jaj, papa, most mi lesz? Figyelj te, Gordi, és szedd össze magad. Mostantól te leszel a családfő. De papa, nem hagyhatsz el minket. Ígérd meg, Gordi. Ígérd meg, hogy vigyázol a mamára és a testvéreidre. Megígérem, papa. Szép kövér jószág. Menj, Gordi, fuss! Éteg így hagyni a farmot. Ahogy mondod. Szép summa üti majd a markunkat. Igen, remélem. Bizony túl kell adni a jószágon, ha az embernek kell a pénz. Igen. Gyere, induljunk el. Jó. Ja.
papà, viene visto. Papà, 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 ne voglio venire il papà. Menj vissza, Gordi! Kérlek, menj vissza! Papa! Menj haza, Gordi! Papa! Kérlek! Papa! Megígérted, Gordi! Megígérted, hogy vigyázol a családra! Vigyázol, papa! Szeretlek, Gordi! Oh, én is szeretlek! Jó! Oh, Isten veled! Mama, hol vagy, mama? Mama. Megbocsáss, Dorotti. Nem láttad a családomat? Nem. Kösz, Dorotti. Mama, mama. Itt vagytok? Hova lettetek? Randy! A mamámat keresem. Nem láttam, kérdezd meg Richardot, ha kint van. Elvesztette a családját. Oh. Elvitték őket. Köszi, Randy. Szia, Gordi! Nem láttad a mamám még a... Rossz hírem van. Itt volt egy másik teherautó, és elvitték az egész családodat. Az egész családomat? Hová vitték őket? Északra. Oda, hová a papádat is vitték. Szerencse, hogy nem voltál itt. Téged is kerestek. Megkeresem őket. Megígértem a papának, hogy vigyázok rájuk. Veszélyes dologba vágsz. Vigyázz magadra. Vigyázok. Kösz, Richard. Járj szerencsével. Légy óvatos. Légy óvatos. Vagyok. Én meg szomjas is. Türelem, kicsinyeim, rendben lesz minden. Fő, hogy együtt maradjunk. Éhes vagyok, mama. Hol van Gordi mama? Tényleg, hol van? Nézd, jön valaki.
Sziasztok! Éhesek vagytok? Egyetek csak! Hogy került ezek ide? Hallod, a Ginny Sue, rád várunk, gyere már! Megyek, Jake bácsi! Jók legyetek! Sziasztok! És most a country zene ifjú sztárja következik. A színpadon Miss Ginny Sue McAllister. Bújni előlem. Látod, mégis megtaláltalak. Nem maradhatsz ezen a kocsin. Rossz helyre visznek. Úgyhogy... Majd én megmentelek téged. Megkeresem a mamádat. Jaj, de fura. Mintha azt mondtad volna az előbb. Mama! Az emberek megértik az állatokat, ha figyelnek rájuk. Az én nevem Gordi. Gyere, gyere. Nem is tudom, hogy hívjalak téged. Megvan, Röfi leszel. Mi az? Nem szereted a pizsamát? Maradj nyugton, míg imádkoznunk kell. Atyám, hallgass meg az imádságomat. Köszönöm ezt az aranyos kis Röfit. Vigyázz apura és a zenekarra. És oltalmazd meg mindnyájunkat. Ámen. Ó, és segíts megtalálni Röfi szüleit. Ámen. Tudom ám, mit érzel, Röfi. Én is elveszítettem az anyukámat, még kiskoromban. Jó éjszakát, barátaim! Bújj el gyorsan! A papa most jön be hozzám!
Ugye imádkoztál? Hát persze. Jó éjszakát, apu. Mit fészkelődsz, kicsim? Csak szeretnék kényelmesen elhelyezkedni. Szeretném, ha jól kialudnád magad. Tudod, holnap egész éjjel úton leszünk. Aztán jön a fellépés. Én számíthatok rád, mellettem állsz. Ha gond és bánat sújt, kedvesen hozzám bújsz. Ha napsüt, orkán zúg, te akkor is mellettem állsz. Kéz a kézben együtt járunk, soha többé el nem válunk. Adj egy esti puszit. Álmodj szépeken. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Jó éjszakát, Röpi. Ideálgos. Ginny szónak úgyis annyira más az élete, mint a többi gyereknek. Legalább legyen egy állatom. De miért ragaszkodik éppen egy malacot? Azért, mert a disznó intelligens állat. Ez is itt nagyon okos. Fogadok, olyan magas az IQ-ja, mint az enyém. Szegény jószág. Ne ellenkezz, Luke. Hadd tartsa meg a malacot, lesz egy kabalánk. Nem bánom, jól mutat majd a bandában. Van már otthonod, Röfi. Tied ez a malac? Röfinek hívják. Az az érzésem, nem tetszik neki a neve. Téged hogy hívnak? Harry A. Royce, de csak Henkinek hívnak. Örülök, hogy megismertelek, Henki. Én Ginny Sue McAllister vagyok. Nagyon élveztem a társalgást. Remélem, még találkozunk, Röfi. Szia! Örülök, hogy látom, kormányzó úr. Bocsánat. Üdvözlöm, Henry. A részesedésem a postámban, kormányzó. Remek, remek. Azt hiszem, ismeri a lányomat, Jessica. Hát persze, Jessica. Elbűvölően mosolyog a képes újság címlapján. Jó reklám az újság. Köszönöm, uram. Ő Henki, Jessica fia, a kisunokám. Szervusz, Henki. Úgy nősz, mintha húznának. Hello, uram. Gilbert Sykes vagyok, a Royce Társaság reklámfőnöke. Én foglalkozom Mr. Royce politikai szerepléseivel. Ez remek, Gilbert Sykes. Méltányolom a munkáját. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, ha ropni szeretnék a táncot, Luke McAllisteri zenekarra rendelkezésükre. Csak tessék, érezzék jól magukat, később találkozunk. Merem remélni. Kért fel táncolni a mamát. Biztosan örülne neki. Na, menj, fiacska. Just this morning, Mama. I passed you Mama. On the street. On my way to work. The lantern green. Nagyon sajnálom. Nem hallott téged. Biztos vagyok benne, szívesen táncolt volna veled. Nézd, fiacskám, milyen gyönyörű és milyen remekül táncol. Később veled is táncolni fog. Légy nyugodt. So far from my mind, it might as well die.
As I was driving home, there you were again. Szia! Ugye nem bánod, hogy utánad jöttünk? Nem. Tetszik a malacot. De láttuk, hogy az az űrge nem tetszik neked, aki a mamáddal táncol. Ő a mamám új barátja. Barátja? Tudod, elváltak a szüleim. Akkor te miért nem a papáddal laksz? A nagypapa azt mondta, neki választhat. Vagy a pénz, vagy én. A pénzt választotta. Hát, egy szülő is jobb, mint a semmi. Az én mamám már régen felment az égbe. És itt van ez a szegény kismalac. Ő elveszítette az egész családját. Visszamegyek! Vigyázz! Jaj! Pacski, Henki! Mindjárt kimentelek! Segítség! 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 Jöjjön valaki! Henki, belefullad a medencébe! Henki! Egy bátor kismalacnak köszönhető, hogy nem következett be tragédia. Nem volt senki a közelben, aki tudott volna segíteni, és a malac gyorsan beugrott a medencébe, odatolta az úszógumit a fuldoklomhoz, és ezzel megmentette az életét. Hál' Istennek, a kisfiú jól van. Sikerült beszélnünk a család egyik barátjával. Ő elmondta, hogy Henry Royce és a család többi tagja a házban van a kisfiúval. És azt tervezik, hogy rendeznek majd egy ünnepséget a bátor kismalac tiszteletére. Andrea Jenkins hallották. Viszontlátásra, kedves nézőink! Hogy van a kisfiunk? Sokkal jobban, hála Istennek. Hemzsegnek a ház körül az újságírók. Mind interjút akar csinálni. A malaccal? Hol van? Henki szeretné látni a malacot. A halban voltak a malac, a kislány és az ő papája. Mondtam nekik, most ne zavarják Henkit. Szeretném látni őket. Jöjjenek csak be. Rendben. Tessék, fáradjanak be! Szia, Henki! Azért jöttünk, hogy felvidítsunk. Hello, Henki! Jaj, de jó, hogy itt vagytok. Én Ginny papája vagyok. Ginny azt gondolja, hogy Henki is szeretne egy állatot. Egy állatot? Csak nem akarod Henkinek adni a malackát? De igen, szeretném. Azt hiszem, jobban lennének egymással. Henki mondta, hogy néha egyedül érzi magát. Egy jó pajtás felvidítaná. Apa és én örökösen úton vagyunk. Folyton fellépünk. Egy ilyen szép házban biztosan jól érezni magát, Röfi. Szeretném, ha mindenki boldog lenne. Engedd meg, mama, hogy Röfi nálunk maradjon. Nem is tudom, hogy köszönje meg neked, Ginny Sue. Jaj, de jó, megtetszik engedni, hogy itt maradjon. Hiányozni fogsz, Jopi. Vigyázz rá, Henki. Tessék, a tiéd. Most már más nevet is adhatsz neki, ha akarod. Szervusz, Henki. Remélem, még találkozunk. Köszönöm, Ginny Sue. Most már ideje mennünk, Luke. Viszontlátásra. Gyere. Mr. McAllister. Tessék. Ő csak azt szeretné mondani, igazán remek kislányt nevelt.
Nem az én érdemem. Ő magától ilyen. Remélem, néha fogsz írni Henkinek. Uh-huh. Ebben biztos vagyok. Ugye tudják a címünket? Nem felejtik el. Nem, asszonyom. Most már tényleg menni kell. Viszontlátásra. Viszlát. Szia! Saint Louis nemzetközi központ. A kormányzó úr telefonál, Mr. Royce. Elnézést, Sipes, ez nagyon fontos. Hogyne, Mr. Royce? Olvasta a reggeli lapokat, Harry? Beszámolnak az ünnepségről. Megőrültek az emberek. Fotó az első oldalon, TV interjú, az egész állam róla beszél. Nem tudom, kiről. A disznóról. Megalakították a hős malac rajongó klub. Malacsülkös autogramokat osztogatnak, poszterekre nyomják a malac képét és pólókra. TV interjú. Kitüntették egy hősi érdemrendet. Az állam apraját, nagyját megőrítette ez a malac. Jól jön az ilyesmi így a választások idején. Igaza van, Henry. Ez a malac história növeli a népszerűségem. Később majd felhívom. Az ember nem is tudná, mi mire jó. Egy rózsaszínű kismalac, bum, jól időzített bomba. Lázba hoz egy államot, egy egész nemzetet. Hős malac védjegyek. Jaj, uram, kérem, ne mondja ezt. Az emberekre kell hatni. Nem lehet egy állat a cég emblémája. Még nem mondtam önnek, uram, de a médiumok egy egész kampányt szeretnének építeni az elragadó Jessica-ra. Jessica-ra? Szerettük volna meglepni önt. Jessica nagyon komolyan veszi a fotómodellkedést, és mi alakíthatná előnyösebben a rossz cég imázsát, mint az, hogy egy ilyen elbűvölő hölgy a rossz családtagja. Bevallom, sarokba szorított, Mr. Sipes. Mint apa, képtelen vagyok dönteni ebben a kérdésben. A maga dolga a piackutatás. Tesztelje, mindkettőt döntsenek a fogyasztók. Megígértem, Gilbertot segítesz. Nem kívánhatod tőlem, hogy egy disznóval versenyezzem. Az apád ötlete volt, Jessica. Ez csak egy próba, semmi más. Ne aggódj. Mikó Kokoyakihoz viszlek, neki vannak a világ legjobb fotósai. Az én kezemben futnak össze a szálak, édesem. Bízzál bennem. Megbeszélésem van a tárgyalóteremben. Mutasd meg a kis barátodat az irodában. Oké, nagypapa. Gyere, Röfi. Ő a nagypapám. Ez meg én vagyok, és a mamám. Piknikezünk itt. Ő a nagymamám. Már régen meghalt, amikor még szegény volt a nagypapa. Ő mesélte, hogy a farmon dolgoztak, és kukoricát árultak az utcán. Nagyon szép hölgy a nagymamád. Tényleg szép? Jaj, de fura! Úgy hallottam, mintha mondtál volna valamit. Jól hallottad? Tudom, valami fontos dolgot szeretnél nekem mondani. Miért nem értem meg? De megérted, Henki. Azok, akik figyelnek az állatokra, megértik őket. Főleg, ha olyan tiszta szívűek, mint a gyerekek. Beszélj tovább! Ismételd meg, amit mondtál. Vigyázz! Azok az emberek, akik igazán figyelnek az állatokra, megértik őket. Azok az emberek, akik igazán figyelnek... Az állatokra? Az állatokra? Megértik őket, főleg, ha tiszta a szívük, mint a gyerekeknek. Megértik őket, főleg, ha tiszta a szívük, mint a gyerekek. Igen, megértettél, ugye milyen könnyű? Sikerült, megértettelek, állati jó. Köszönöm, Röfi. A Gordi a nevem. Bocs, Gordi. Bocs. Ne hívj többet Röfinek.
szaladj, Gordy! Hová megyünk? A sminkszobába. Kisminkelnek. Hogy van a mi kis sztárunk? Ne aggódj, drágaságom, meglátod, csodálatosan kisminkellek téged? És teszünk egy kis rózsaszint a nózikádra, aztán egy icipici púdert, és már is jöhet a kamera! Mr. Kokoyaki? Hi. Kérem, kísérje Jessica-t az öltözőbe. Hi. Jöjj, barátok. Hallgasson ide. Szeretném, ha Kokoyaki Jessica-ra koncentrálna. Maga közben ügyeljen a malacra, és használjanak más lencsét. Ezt. Ó, erről én önt lebeszélném, uram. Miért akar egy olyan lencsét használni, amelyik... Tegye, amit mondtam. Menjen már! Mindig valami extra kívánsággal jönnek. Gordy! Hol vagy, Gordy? Gordy! Itt vagy, Gordy! Képzeld csak, a kamera elején Mr. Sipes kicseréltetett valamit. Az a lencse. De miért? Hát nem tudom, Henki, de valami itt nekem nem tetszik. Majd visszatesszük az eredetit. Gyere! Oké, Henki, nyomás! Múlik az idő, kezdhetünk végre? Figyelem! Menjen mindenki a helyére! Csendet kérek! Színpróba! Kérem az összes lámpát bekapcsolni. Zene indulhat? Mindenki készen áll? Felvétel! Strand komplet. Eső komplé. Milyen kifejező disznószeme vagy? Szeretem a disznószemeket. Malaclopédia. De büszke leszel erre a malackára. Mosómalac. Ez nekem is jól jönne otthon. Mindig annyi a mosnivaló. Coca-Cola. Ez az! Béke! Ez az anyag méltó egy hős malachoz. Készüljetek a következő munkára! Tegyétek vissza a másik lencsét, rendben, öregem. Gyere, Gordy, menjünk innen. Szia, mama! Szia, édesem! Vesse le a követ, kérem! Úgy. Ó, gyönyörű, csodálatos! Mr. Kokoyaki, kísérje Jessica-t a diszlethez. Háj! Fáradjon oda! A köpeny. Kutó! Ruhás! Ne tiába! Kuraszáva! Háj! A mester azt mondta, csendet kérek. Minden készen áll a felvételre, ugye bár. Zene indul. Háj! Csoda! Köszönöm.
Adják azonnal a postára a próbafelvételeket. Nem mohatja őket előbb megnézni, uram? Azt mondtam, azonnal küldjék el. Az összes címre, mindegyikre, azokra, amiket megadtam. Már várják az anyagot Amerika nagyobb városaiban. Küldjék el most, rögtön, világos, ugye? Ágy ő, hős malacka. Royce rezidencia. Egy-kettő az ágyba. Kiérdemelted a kitüntetést, Gordy. Megmondanád nekem, hogy a világon mi a legnagyobb kívánságod? Szeretlek, Gordy. Megtalálni a családomat. Hol vannak? Északra vitték őket, ahonnan a disznók sohasem jönnek vissza. Északra? Mi ez? Ez egy világtérkép. Térkép? Olyan, mint egy nagy tök. Látod, itt van egész Amerika, és itt vagyunk mi. Hű, de szép színes. Látod, hol van a családom? Ne aggódj, Gordy. Megtaláljuk őket. Holnap nagy napunk lesz. Aludjunk. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Szép álmokat. Kedves Jessica, remélem jól vannak. Mint látja, mi felverjük az útporát, vándorolgatunk. Ginny szeretne találkozni Henkivel, azt hiszem, hiányzik neki a kismalac. Bízom benne, nem forgatja fel a házat. Ginnynek nagy sikere van, büszke vagyok rá. Milyen gyorsan felnőnek a gyerekek. Remélem, hamarosan találkozunk, addig is sokat gondolunk magukra. Luke és Ginny. Na végre, titeket megjöttünk. Látunk. Megjöttünk. Édesem. Azt hiszem, ismerik lányomat, Jessica-t és leendő hőmet, Gilbert Sipes-ot, cégünk reklámfőnökét. Uraim! A próbafelvétel eredményének kiirdetésénél jelen kell lennie Henkinek és kisbarátjának. Hogyne, remélem nem lesznek csalódottak. A fogyasztók véleményének búvára Mr. Brink ismerteti velünk kutatásának eredményét. Az eredmény egyértelmű, Mr. Royce. Uh-huh. Részletezni kérem. A statisztikák analízisének megfelelően és a demográfiai különbségeket figyelembe... Mellőzzük a tudományos körítést, Mr. Brink. Melyiket választották a fogyasztók? A hős malac győzött a versenyben. Elsöprő fölénnyel. Jessica-nak kellett győznie. Sajnálom, édesem. Az emberek imádják a kis állatokat. Nem, itt valami tévedés történt. Nézzük meg a próbafelvételt. Győződjünk meg róla a saját szemünkkel. Lássuk Jessica anyagát. Tönkretetted a karrierem. Álljon be! Hagyják abba! Azonnal leállni! A mama nem is olyan kövér. Új felvételt követelek. Sajnálom, Sipes. A közönség választott. Szerződést fogunk kötni Gordy malaccal. Most még helyes kis jószág, de nem sokára egy ronda, kövér disznó lesz. Önök is látták, hogy a film torzított. Vizsgálatot fogok kérni. Ez hitelrontás. Nagyon sajnálom, Sipes. Nem vagyok hajlandó megváltoztatni a döntésemet. Személyesen fogok gondoskodni Gordy publicitásáról. Megtaláltuk cégünk új imázsát, kedves hölgyeim és uraim.
Mostantól a hős kismalac lesz a védjegy. Royce bemutatja az új védjegyet. Hős malac védjegy, nagyszerű húzás volt, Henki. Nőtt a vásárlás, tehát jóskán megnőtt a profitunk is. Büszke vagyok rád, és a kis barátodra is. Szeretnénk kérni tőled egy szívességet, nagypapa. Elvittétek a családját, és szörnyen aggódik értük. Nagyon szeretné megkeresni őket. Szeretnék Gordi. El akarsz menni, Gordi? Képtelenség. Valóságos nemzeti intézmény lett. Az emberek befogadták őt a szívükbe. Mondd meg, csak azt teszem, amit tennem kell. Nem akar senkit cserben hagyni. Csak azt teszi, amit tennie kell. Akkor rendben van. Zárjuk le ezt a témát. Hős malasz címet adni egy CD-nek. Ez tényleg több asoknál. Kinek az ötlete volt? De hát olyan népszerű. Maga kinek az oldalánál? Én csak tisztességesen elvégzem a munkámat. Nem mondok más, mint a valóságot. Reményt ad az embereknek. De ha egy disznó képes erre, bárki megteheti. Nem én segítettem felfedezni azt a tögöt. Eddig mindenki a véleményemet leste. Henki, Jessica, Royce... Az egész társaság. Most ez az átkozott disznó elrontott mindent. Meg kell szabadulnunk tőle. Mire gondol, mit tegyünk? Rabolják el Gordit. Itt Dietz. Henki hátul ül a kocsiban, uram. A parkba megyünk. Nagyszerű. Krug meg majd csatlakozik magához. Maga a gyerekkel törődjön, a malacot pedig bízza rá. Oké, főnök. Nem szökhetünk meg, de a családod veszélyben van. Nincs más választásunk. Különben is. Ha megtaláltuk őket, azonnal visszajövünk, igaz? De ők az én rokonaim. Henki, biztos vagy benne, hogy velem akarsz jönni? Persze, a barátod vagyok. Ugyan már. Fagylaltot tessék, itt a finom fagylalt. Fagylaltot tessék. Tessék a fagylaltot, tessék! Eltűntek. Csak ez hiányzott. Utás! Még nem lehetnek messze. Ide, Cota! Gyere ide, gyere! Gyere! Ide! Hívj Sipesot, mondd meg, hogy eltűnt. Cuca, ide, cuca! Nem hívom. Kirúg minket. Igen. Még ne szóljunk. Én átkutatom a parkot, te nézz körül messze. Rendben. Cuca! Ez az iskolabusz. Erre felszállunk. Nem hiszem, hogy egy malac felszállhat rá. Hey, Dietz! Nincs más választásunk. Támadt egy ötletem. Maradj itt a bokorban. Csak ezen az úton jöhetnek ki a parkból. Akkor jó helyen vagyunk. Itt nyakon csípjük őket. Ez a főnök. Dee, itt Brinks beszél. Mit csinálnak, Mr. Sipes? Várja már a jelentésüket. Igen, uram. Mondja meg neki, hogy itt vagyunk a parkban. Legyen nyugodt, szemmel tartjuk. Csak nincs valami probléma, Dee. Minden rendben van, uram. Igen? Kérdezze meg Kragment. Nem akarok beszélni vele. Dee! A küldetést teljesítettük, Mr. Sipes. Minden bent van a csomagtartóban.
Mit ért azon, hogy minden? Mi az? Még nem kapták el Henkit? Dehogy nem, uram. Csak hogy nem engedi el a disznót. Azok a fajankók. Rendben. Akkor tartsák őt elrejtve. Nem ajánlom, hogy bárki meglássa őt. Igen, uram. Gyorsan, Gordi, mert lemaradunk a buszról. Én nyakam, nem kapok levegőt. Semmi víz, már ott vagyunk. Nem szökhetnek meg. Csak is erre mehetnek ki a parkból. Ott ő két kölyök hátul, az egyiknek malac képe van. Ők azok! Az idióták! Csak malac rablásról volt szó. A gyermekrablás főben járó bűn. Hiába, nem tehetünk semmit. Ah, dehogy nem! Jelentse fel a fickókat a rendőrségen. Elfelejti, hogy a malac náluk van. Hová szállnak? Már elhagytuk az államunkat. Nézzük a busz felirata. Kansas City. Még mindig követnek minket. Akkor le kéne szállnunk. Hogy is ne, azonnal elkapnának. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de én egy icipicit. Majd nézok. Ne félj, Henki. Kivágjuk magunkat. Vágóhíd. Hová megyünk? Félek, mama. Hol vagyunk? Semmi baj, gyerekek, csak maradjunk együtt. Menjünk el innen. Itt olyan rossz. Ne aggódjatok. Gyerünk, disznók. Gyerünk, mi lesz már? Mozgás, mozgás. Lefelé, rajta! Gyorsabban! 34-es sertés a Meadowbrook farmról. Egy díjnyertes nőstény 5 malacával. Kinek kell ez a gyönyörű jószág? 500-ért viheti. 500 az ára, szinte ingyen van. Ki ad többet? 550. Ki ad többet? 600, 650, tessék, tessék. Többet? 650, többet, többet, 800. Ki ad többet érte? 850, ki ad többet? 900. Ki ad többet? 950, ki ad 950? 1000 dollár, 1100, 1200, 1200, 1300. 1350, többet, többet, ki ad többet? Senki, az állat elkelt 1300 dollárért. Vigyék ki, jöhet a következő. Mozgás, mozgás. Olyan rossz, mama. Félek, hová megyünk, mama? Vigyél el innen, semmi baj. Menjetek már, elszadjátok. Rántanak, mama. Az a fontos, mozgás, hogy együtt maradjunk. Rendben van, fent vannak. Lezárhatják. Mehet. Szökhetnénk tovább. Azt gondolod, most ugorjunk át? Igen, igen, mire várj? Csönd, lápagóra! Senki nem mozdul, taxi! Taxi! Thank you.
bevúztuk. Lehet, hogy engem hív. Neki is lehetnek malacai. De szeretnék válaszolni neki. Talán találkozhatnék a rokonaimmal. Körülnézek. Elnézést a zavarásért, uram, a nevem Gordi. Táguljén, nédkölyök, nem látod, hogy eszem. Jaj, a világért sem akarom zavarni, uram, de elszakadtam a családomtól, és szeretném megkérdezni, vajon nem látta-e őket? Honnan tudhatnám? A disznók mindegy formák. A mamámat biztos ismeri, ő egy gyönyörű Yorkshire-i. És a bátyáim is, meg a húgaim is gyönyörűek. Megvan. Láttam bizony egy elragadó Yorkshire-i hölgyet. Néhány nappal ezelőtt a disznó árverésen. Kék szalag volt rajta, és öt kis malac simalkodott körülötte. Ó, öt! Ők azok! Hol találom meg őket? Azt nem tudom, kölyök. Megvették őket, és elszállították éjszakra. Éjszakra? Ahonnan a disznók sohasem jönnek vissza? Igen, azt beszélik soha. Köszönöm a felvilágosítást, uram. Remélem, idejében megtalálod őket. Gyere, Gordi! Még egyszer köszönöm. Tudom, hogy jó irányba megyünk, de mit gondolsz? Milyen messze van az az éjszak? Csak azt tudom mondani, hogy sokat kell még kutyagolnunk. Jól jönne most egy csoda. Jaj, mi az a csoda? Imádkozol, ha segítségre van szükséged. Gyerünk, Deeds! Gurgott el mellettünk. Ja, érdemes volt imádkoznod, Henki. Ez tényleg csoda. Henki, Gordi, szálljatok be. De örülök, hogy találkoztunk. Felvitte az Isten a dolgát, hős malac uraság. Mindenhol a mosolygó képét látja az ember. Mit kerestek erre felé? Északra megyünk, Gordi családját keressük. Henki nagypapája szerint azt tegyük, amit tennünk kell. Ez bizony igaz, Henki. Bőst agyapád van. Jake bácsi, érti a disznók beszédjét? Csak megérzem, hogy mit mondanak. Jake bácsinak tiszta a szíve, és nincs tele a feje. Elnézést. Azt mondta elnézést. Én is hallottam. Eltűnt Henry Royce az iparmágnás 9 éves unokája Gordival, a híres hős malaccal. A rendőrség nagy erőket mozgósította. Várjunk csak. Ez azt jelenti, hogy a mamád nem tudja, hová mentek. Ezt nem szabad megtenned, Henki. Értesítened kell őt. Felhívjuk a mamádat, és hazaviszünk benneteket. Az orvosok szerint válságos az állapota. Az eddig alkalmazott kezelés hatástalannak bizonyult. Sajnos ez indokolja a borulátást. További híreink. A helybéli farmerektől egymás után érkeznek a bejelentések a rendőrségre, nagypapa, hogy ismeretlen tettesek rendszeresen lopják az állataikat. Egy kiváló amerikai férfiú távozott az élők sorából 73 éves korában. Pótolhatatlan veszteség családjának, barátainak, üzlettársainak. Az egyik legemberségesebb, legszeretetreméltóbb emberrel végzett a szívroham. St. Louisban szűk családi körben helyezik őt végső nyugalomra. Minden bizonnyal Henry Royce lánya, Jessica veszi majd át a hatalmas Royce cég irányítását. Ő lép majd édesapja nyomdokaiba.
Kedves rokonaim és barátaim, bevett szokás szerint az én szeretett lányom Jessica örökölni a gyáraimat, a cégeimet, de tekintettel vagyok arra, hogy ő minden energiáját saját karrierje építésére kívánja fordítani, tehát nem terhelem az üzleti ügyek intézésére. Ezért minden tulajdonomat a hozzá legközelebb álló személy örökli, aki szereti őt és folytatja majd a munkámat. Az én szeretett kisunokám Henki. Persze meg kell várni azt az életkort, amikor már gyakorolhatja az irányítást. Addig is egész vagyonom gondozását arra bízom, aki segítette a társaságot Amerika legvirágzóbb társaságává tenni. Mégpedig a hős malac védjeggyel. Szégyen, gyalázat! Megtámadjuk a végrendeletet. Visszaértünk, mama! Henki! Hát nézd, hogy így jöttem. Henki! Jaj, úgy aggódtam, érted, kicsi fiam. Szívből gratulálok, Henki. Remélem, igényt tart a szolgálataimra. Gratulálok, fiatalember. Tudtam. Tudtam, hogy a kutatócsoportunk sikerrel jár, Henki. És Gordi, újra közöttünk van. Isten áldjon, Henki. Aztán nagyon vigyázz magadra. Meg Gordira. És a mamára. Mindig hálával gondolok magára, Mr. McAllister. Luke. Luke. Nagyon, nagyon köszönöm. Menjünk, Luke. Utasítottam magukat, hogy rabolják el Gordit. Gyömöszöljék egy zsákba, és hajítsák a folyóba. Ő tehet róla, uram. Adjanak hálát, hogy Mr. Sipes nem magukat gyömöszöli zsákba. Az öreg ember már nincs útban. Egyetlen dolog áll csak Jessica és közém. És ha történne valami Gordival, ő az egyetlen, aki rendelkezhet Henki örökségével. De hát, mi történhetne Gordival? A birodalma, uram. Kívánja, hogy felolvassam a listát? Igen, legyen szíves, Mr. Hicks. Hős malac, reggeliző büfék, mézes kukorica, süvegkuszkó, csokoládébár. Előnyben kell részesíteni a természetes táplálékokat, mert egészségesebb... Gordi azt mondja, több természetes táplálékot. Azt mondja? A főnök kedveli a természetes táplálkozást. Gabonát, zabot és gyümölcsöt. A mesterséges ízesítőket is mellőzzék, kérem. Igen, uram. Folytassa, mi van még a listán? Hős malac, ételüzemek. Duplán ropogós chips, ábránt krémszelet. Ugyanaz a helyzet. Több teljes értékű táplálékot. A főnök friss ételt szeretne. Valódi gyümölcslevet és természetes vitamint. Ezt nevezem teljes átalakításnak. Leadom az új listát, Mr. Sipes. A főnök meg lesz elégedve. Szóval a disznó adja az utasításokat. Adjuk a kölyköt játszani. Látom, az egyik gyárat kihagyta a listáról. A feldolgozó üzemet Omahában? Igen. Azt gondoltam, rossz asszociációkat keltene benne egy kolbászgyár. Amit nem ismerünk, amiatt nem bánkódunk. Kedves nézőink! A legutóbbi napokban tanúi lehettünk a pénzvilág legújabb szupersztárja, a hősmalac sikereinek. Csodálatos, milyen fantasztikus mozgásba hozta az ipart, a kereskedelem minden ágát új termékeket dobott piacra, és elképesztő módon növelte a fogyasztást. Ma különleges vendéget üdvözölhetünk a stúdióban, Gordit. Szeretném megkérdezni, hogy a Main Street és a Wall Street kedvencének mi a véleménye az amerikai gazdaság jövőjéről?
büszke lenne rád a nagypapa Gordi. Köszönöm, Henki. De azt hiszem, legfőbb ideje lenne már megkeresni a családomat. Félek, hogy bajba vannak szegények. És ez nem hagy nyugton. Igazad van, szalad az idő. Nekem pedig meg kell keresnem őket. Látod, egy üzletembernek a legfontosabb dologra sincs ideje. Mr. Ruiz a hármas vonalon keresik. Hello, Henki, Jake bácsi vagyok. Messziről hívlak, itt vagyunk a country zene fellegvárában, Brandsben, Missouriban. Halló, Jake bácsi. Szervusz, örülök, hogy hallom a hangot. Az a helyzet, hogy szükségünk van a segítségedre. Igen? A város tele van country szupersztárokkal. Mi itt nem rúgunk labdába. Mi hogy segíthetünk? Hát eldicsekedtem, hogy ismerjük a legszuperebb szupersztárt. Ha Gordi ide jönne és mutatkozna velünk, biztos vagyok, hogy szerződtetnének minket. Szívesen segítenénk, Jake bácsi. De Gordi a családját kutatja. Hallgass ide! A Brancy kereskedelmi kamara felajánlotta, hogy minden eszközzel segít Gordi családjának a felkutatásában. Hát ha ők hajlandóak segíteni nekünk, mi sem utasíthatjuk el. Jól van, oda megyünk. Köszönöm, Henki. Gordi, várunk benneteket. Hízós értések istállói. Na, gyertek vissza, maradjatok a közelemben, az csak egy darab papír. Én is mi láttam. Mi van, én is láttam. Ez Gordi. Igen. Tényleg. Tényleg, Gordi, az én kisfiam. Mit jelent ez, mama? Azt, kicsikém, hogy nem szabad feladni a reményt. Akárhogy fázunk és rettegünk, bízhatunk. Gordi meg fog találni minket. Ők segítenek megtalálni Gordi családját. Mi segítünk az együttesnek. Köszönöm, Henki. Gordi, várunk benneteket. Szóval Branson-be mennek. Távol a rajongóiktól. Mindenfajta védelmet nélkülöznek. Egy végtelenül barátságtalan vidéken. És mi van Henki mamájával? Ahová Jessica megy, oda megyek én is. Ahová ön megy, oda megyek én is. Ahová önök mennek, oda megyek. Ahová önök mennek. Hallják az utasításaimat. Profi munkát kérek. Várjanak a megfelelő körülményekre, és hozzanak egy elég nagy zsákot. Üdvözöljük Gordi! Isten hozott Gord. Sok szerencsét, Gordi! Boldogan is egy kicsit dobogó szívvel mutatom be önöknek a műfaj egyik klasszikusát, aki megtiszteli a Gordi napot, Mr. Roy Clarkot! Jöjjön a színpadra! Roy! Köszönöm, Jake bácsi, szívesen! Jó estét! Fantasztikus este ez a mai. Aláírom! Azért jöttünk, hogy segítsünk megkeresni Gordi családját. Úgy van! Magammal hoztam néhány jó szemű és jó hangú barátomat, hogy segítsenek. Remek! Hölgyeim és uraim, Jim Stafford! Móbedi! Boxcar Billy! Kriszti Lane! Mark Trent! És Mickey! Better.
come to see us now and then. See us when you can. Y'all come, y'all come, y'all come, y'all come. Oh, y'all come to see us now and then. Y'all come to see us now and then. Köszönjük! Köszönjük! És most jöjjön a legkedvesebb vendégünk, Gordi! Hozd be őt, Henki! Bocsánat! Halló, itt Jake bácsi! Halló, Jake bácsi! Itt az elnök beszél. Hillary és én hallottuk, hogy Gordi nap van Brandsben. Lélekben mi is az ünnepségen vagyunk. Á, igen, igen, elnök úr, egy pillanat. Már is adom Gordit. Sajnálom, elnök úr, ő csak disznóul tud. Egész jól megértettem, Jake. Van egy meglepetésünk számodra, Gordi. Örömmel közlöm veled, hogy az amerikai polgárok kedvéért forgalomba hoztunk a tiszteletedre egy igen szép lényeget. Gordi ezt nagy megtiszteltetésnek tartja. Köszöni, uram. A First Lady és a saját nevemben minden jót kívánok. Isten áldjon és viszont hallásra. Viszont hallásra, elnök úr. Gordi szeretne egy személyes kéréssel fordulni önökhöz. Elszakadt a családjától. Ha valaki lát egy disznó családot, hívja ezt a számot. 1-800-555. Köszönöm, Henki, és önöknek is köszönjük a segítséget. És most Luke. A heart's beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.
malac kiment a vásárba. A kis malac hazament. És a kis malac... Sült malac lett, sült malac lett. És kis malac nincs többé. És kis malac nincs többé. Csak a tepsiben. Így lett a kis malac, robogós malac, malac. Szegény kis malac. Dobjuk a folyóba. Minek? Dobjuk a fák közé. Az közelebb van. Gyerünk, hajtsuk ki! Jó utazást! Istennek élsz, Gordi? Dobog a kicsi szíved. Elhajtottak. Mi is menjünk innen. Vigyázz, az a fiú, félreadunkból! Ne szomorkodj, megtaláljuk. Higgyétek el nekem, meglógott. Honnan veszed? Gordi sose tenne ilyet. Nem bizony. Henki nagyon téved. Ideje, hogy felébredjen. A mamád is egyetért velem. Nem értek egyet. Felejtsd el Gordit, már csak emlék. Nézzétek, megtaláltam. Oh. Gordi! Látod, te tévedtél. Megmondtam magának. Hol találta meg? A Riverás Roadnál, ahol elfordulott. Mindegy, az a fontos, hogy biztonságban van. Örülök. Szavamra, szavamra. Jake bácsi, telefon! Bocsássanak meg. Halló? Igen. Hallottam a felhívását. Talán tudok felvilágosítást adni, hogy hol keressék Gordi családját. Gordi épp itt van. Most mindenki figyeljen. Mi történt, Jake bácsi? Néhány disznót szállítottam a Meadowbrook farmra. Brockenbomba. Meadowbrook farmról? Az én családom volt. Meg lehet, de a legtöbb disznót Omahába viszik a Nagyvágóhídra. Remélem, még idejében szóltam. Iparkodjanak, Jake bácsi. Hálásan köszönjük. Várjunk csak. Nagyapád egyszer említette, hogy Omahában van egy hatalmas gyártelepünk. Úgy érted, mama, egy kolbászgyár? Azt hiszem, rosszul emlékszel, Jessica. Ott nincs üzemünk, Mr. Brinsnél van alertál listája. Nézd meg. Ez meg itt mi? Nem. Royce húsfeldolgozó üzem, Omaha, Colfax Street 6. Mi az? Mit csinál? Ez nem tartozik Henki örökségéhez. Na, csak ne olyan hevesen, Mr. Symes. Maga csak játszol a banjóján, Bajgúnár. Banjo? Bajgúnár? Nyugi, Luke, nyugi. Csigami. Miért nem szóltál nekem erről az egészről? Miért szóltam volna? Nem az én döntésem volt, nem kell mindenről. Ne ültözöl itt a gyerekek elő. Ne szóljon bele maga, Pimasz Flatter. Erre voltam én. Azt hiszem, egész jó kis csapat vagyunk. Kösz, hogy közbelépett. Brinks! Én? Köszönöm az aktatáskáját. Mama, nekünk sietni kell. Menjünk. Gyorsan a kocsihoz. Siessünk. Üljetek hátra, gyorsan. Ezek mennek Omahába? Ezek.
A Meadowbrook farmról való szép Yorkshire-i 5 kismalacsal. Hajtsuk fel őket a kocsira. Gyerünk, Disznó, gyerünk, gyerünk! Mama! Itt vagyok! Gyerünk, gyerünk! Mi történt, mama? Csak maradj mellettem! Előre, Disznók, előre! Ne féljetek, nem lesz semmi baj! Szeretnék hazamegyünk! Gyerünk már! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Mama! Félek! Én is! Ezeknek is ez lesz az utolsó útja. Ez ám! Gyorsan, gyorsan! Nehogy késő legyen! Ne aggódj, Gordi! Kicsak! Hagyjon üzenetet! Csak az üzenet rögzítő! Mondd rá! Figyelem, éjszakai ügyeletes! Azonnal zárják be az üzemet! Ismétlem! Azonnal zárják be az üzemet! Remélem, lehallgatják az üzenetet! Kedves barátaim, az a helyzet. Nem érünk oda idejében. Mit csináljunk? Mardos a lelkiismeret furdalás. Nos, ha bevallok mindent, megbocsátanak? Beszéljen. Azt tanácsolom, hogy hívják újra a húsüzem számát. Már hagytam üzenetet. Azt az üzenetrögzítőt soha senki nem kapcsolja be. A 213-at hívják. Omaha 402. Royce húsfeldolgozó üzem. Próbáld újra! Nem hallok semmit! Ez az utolsó szállítmány! Rakjuk rá őket! Ebben van, segíts! Hová megyünk, mama? Gyerünk, 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 gyerünk. Tudunk, kicsinyeim, tudunk. Foglalt. Vidd el tekézni. Hát akkor moziba. Félek, mama, fáradt vagyok. Mozgás. Nem lesz semmi baj. Jaj, mama! Gyerünk, gyerünk! Hív csak újra, ne hagyd abba! Mi lesz már? Mi lesz már? A helyedben én nem teket úriáznék. Na, menjetek szépen! Gyerünk, tisztók előre! Semmi baj! Gyerünk, gyerünk! Vini! Hé, Vini, ébresztő, megjött az utolsó szállítmány! Nézd már ki, nem fogok itt hajnalig szobrozni! Vini! Kicsang! Jól van, de adj egy szuszanásnyi időt. A munkahelyemen vagyok, nem kaszinóban. Figyeljen ide, és tegye, amit mondok. Itt Hank Royce beszél. Hogy? Azonnal állítsa le a munkát. Segítség! Nem! Megérkeztünk. Siess, Henki.
sikerült! Nézd, Gordi, nézd! Gordi, megmentettél minket! De jó, hogy itt vagyunk, mama, hiányoztál. Biztonságban vagytok. Gordi, tudtam, hogy megtalálsz minket. Bunkori, Turcsi, Franky, Daisy, Morci, megvagytok mind. Ez csodálatos. Gordi, nézd, ki van a szomszédolban. Gordi, fiocskám, megtartottad az ígéretedet? Papa, úgy hiányoztál, papa. További intézkedésig zárva. Parknak azt hiszem búcsút mondhatunk. Mi is elmegyünk, anyu. Tudod, hogy Gordi meghívott. Nem maradhatnánk. Kérlek, anyu. Maradjatok. Legyetek ti is egy boldog embercsalád. Kérlek. Kérlek. Mondjatok igent. Ha igent mond, én sem mondok nemet. Igen. Someday, every person on this earth, some way, everyone, someday. We will earn what life is worth, just how precious is each birth, everyone. Though the dark and cold threaten every soul, look into your heart for what you need to know. If you're gonna dream, never let the fear of the unknown be a reason not to try. While I believe, let me learn to give what's right. Let the journey seem no reason why. If you truly wanna fly, dream high. Magyar szöveg Nedecki Edit, hangmérnök Miklós Miklós, rendezőasszisztens Váradi Eszter, vágó Kocsis Éva, gyártásvezető Miklai Mária, szinkronrendező Rehorovszki Béla. A szinkron az Intercom megbízásából a Videovox Studio Kft.-ben készült. There was never a doubt in my heart. Never a doubt in my mind. We were miles apart. You were with me all the time. Through it all, I always had faith. Always believed that someday, if I'd be patient and wait, I was sure that I'd find. This road I'm traveling down will lead to you somehow. I made a promise to myself and a promise to you. I made a promise to myself that I'd make it come true. Oh, I didn't know just where or when. I only knew how it would end.
made a promise we'd be together again. There were times I felt so alone, felt that I couldn't go on. But those sweet memories of you and all that we knew kept me going, helped to make me strong. I made a promise to myself and a promise to you. I made a promise to myself, gonna make it come true. Together. Sometimes the road that twists and turns and winds and bends in the end is the road that leads you home. You're not out there on your own. I made a promise to myself and a promise to you. And we made it come true. I didn't know just where or when. I only